Az ország és vármegye bérletek, illetve az azokra épülő új tarifarendszer kialakításának következő lépéseként fokozatosan a buszjáratokon is bevezetik a távolságtól független 300 forintos egységes helyjegyet, így könnyebben áttekinthetőbbé válik a tarifarendszer, indokolta a döntést a Volánbusz. Az új helyjegy először a Budapestről induló és odaérkező távolsági autóbuszokon, a következő lépcsőben pedig a vidéki városok között lesz igénybe vehető. Az emelt szintű szolgáltatást nyújtó Volánbusz járatokon eddig úgynevezett távolsági kiegészítő jegyeket lehetett vásárolni az utasoknak. Ezeknek egy bonyolult rendszere volt, hiszen ezeknek az ára függött az utazás távolságától, a megvásárlása pedig nehézkes volt. Most az új egységes autóbuszokra érvényes helyjegy bevezetésétől fogva a Budapestről induló és odaérkező távolsági buszokon, illetve majd egy későbbi lépcsőben a vidéki városok között közlekedő járatokon lesz igénybe vehető az egységes 300 forintos helyjegy. A helyjegy nem csak a MÁV applikációban váltható meg, hanem a jegy.mav.hu felületén, a vasúti és autóbuszos pénztárakban és a MÁV Start automatáiban is. Az újításnak köszönhetően a helyjegyet vásárlók csúcsidőben, fokozott utasforgalom mellett is garantált ülőhelyen kényelmesen utazhatnak. Talán legérdemesebb a MÁV mobil alkalmazás vagy a jegy.mav.hu weboldalt használni, mert ezeken a felületeken a vásárolt helyjegy még 5%-kal olcsóbb is, tehát mindössze 285 forintért vásárolható meg. A távolsági buszokon elsősorban azoknak az utasoknak biztosítják a helyfoglalást, akik előzetesen helyjegyet is vásároltak, a helyjegy nélkül utazók csak a szabadon maradt helyeket foglalhatják el a járműveken. Általánosságban a távolsági autóbuszokra legkorábban 60 nappal az adott járat indulása előtt lehet helyjegyet venni, a legtöbb járat esetében az indulást megelőző óráig.